És akkor mostan egyébként feltekertünk a mikrofonkábel az asztal köré háromszor, és átalakultunk egy gigászi szerepévesztésé. Lepart Olivier kollégám fog beszélni arról, hogy mit kérdez a pályakezdő világűrben, meg hogyan készül a újság, meg hogy a designer a jövő újságja, vagy megint dolgok, amiket beharangozott. Igazából nekünk hírbe hozó, köszönjük szépen, Gergő. Olivier, kapsz egy mikrofont. Sziasztok, Lepart Olivier vagyok, újságíró. Nem programozó, nem arra fog beszélni, hogy milyen kódokkal készülnek ezek a cuccok. Legalább működik. Tehát ezek az úgynevezett ilyen a VS.hu-nak ez a, hát mi úgy hívjuk magunkat, hogy ez a Stoneforge részek, ez a New York Times-nek egy kísérlete nyomán, amikor elkezdtek azon a kísérletezni, hogyan lehet nagyon hosszú történeteket érdekesen multimédiásan előadni. És ez volt az első cikkünk, ez a pályakezdő közülben, ami elég sok érdekes észrevételt, kritikát kaptunk, olyanokat, hogy akkor itt most megváltozik minden, az art director lesz az újságíró, ami lefagyasztja a gépet, és úgy láttam, hogy itt el van csúszva valami parallax, aha. De alapvetően az van, hogy csak sztori van. Mi ezt az egészet úgy építjük, hogy sztorik vannak. A sztori mesélés az nem más, mint viccmesélés. Egy poént kitalálunk, majd megpróbáljuk úgy előadni kézzel, lábbal, parallaxszal, unikornisokkal, ezzel azzal, hogy az ember érdekelje, mi van a végén. Ez viszonylag újdonságnak számít abban a világban, amikor az újságíró két hétig dolgozik egy cikken, majd az első bekezdésben van egy link, amire el is lehet kattintani róla, illetve oldal mindenféle kapcsolódó anyag és ilyesmi. Itt mi azon vagyunk, hogy nincsenek elágazások, csak egy lineáris sztori van, ami egy poénhoz vezet. És akkor hát, hogy így, hogy készül ez az egész, nagyjából úgy, hogy egy designer, én és egy informatikus vagy fejlesztő összeragasztjuk a vállunkat, és elkezdjük egymást gyúrni, kitánk egy koncepciót, forgatókönyvet írunk, majd a fejlesztő mondja, hogy ezt nem lehet megcsinálni, akkor kicsit javítunk rajta, a designer azt mondja, hogy ez így nem működik, akkor én is a sztoriban változtatok, és így összerakunk egy ilyen nagyobb sztorit. Mindenki kérdezi, hogy megéri-e ez az egész dolog, hogyha abból indulunk ki, hogy egy sima kis videospothoz, amit nap mint nap látunk az interneten, hírportálok csinálják, az azért nagyobb stáb kell. Ja, és a vicces az egészben, hogy ebben az egész munkaórában a legtöbb idő az a cikk elkészülése. Tehát ez simán 80-160 munkaóra, még a dizájnfejlesztés akár gyorsabb is megvan. Tehát így nem egy olyan brutális dolog, csak egy kicsit mások kell összerakni egy ilyen cikket. És ahogy mondtam, hogy hát igen, a poén számít a végén, hogy emlékezetes maradjon. Például erre a cikkre se úgy emlékeznek, hogy a pályakezdős cikk, hanem az űrhajós cikk. És azért arra jöttem például ez a pulóver is, hogy emlékezzetek rá, hogy az a csonda piros pulóveres csávó. Köszönöm. Ez a pályakezdő viszontagságos sorsáról szól. Igen, nagyjából ennyi. Arra a konfliktusra, amikor unikornisnak képzeli magát az illető, szembesül az élet szürkép oldalával. Meg mindenféle játékmeneti szórakozás, de
olvassátok el, nem akarom lelőni a poént. A cikkírója, tehát az újságíró, aki összeszedi utána megy a tényeknek, megírja az egész cikket, nagyon szép, nagyon hosszan. Nem sír belül egy kicsit, hogy igazándiból csak az embereknek a mondjuk fele tudja elolvasni ezt a cikket? Hát szerintem az újságíró, aki megír egy ilyet, és nem csinálnak egy ilyet a cikkéből, az inkább örül, vagy a boldogságtól sír, mint hogyha bevaszalítanák a szerkesztőségi rendszerbe, és meg két másodpercig lenne címlapon, és azt mondják, hogy nem kattintottak elegen, köszönjük szépen. Hát, én nem erről beszélek, hanem arról, hogy ezen a gépen is egy kicsit elcsúszik a parallax, holott ez nem egy rossz gép, nem olyan böngésző van, ami igazán rossz lenne. Hát igen, tehát hogy mégis csak több munkaórát. Tehát hogy igen, egy hónapja létezünk, ez alatt három ilyen sztorit összeraktunk, és hát vannak még bugok, amiket folyamatosan javítunk. De mit tudom én, egy kocsmában valaki ezzel jön, akkor általában kívom a hely elé, hogy beszéljük meg ki. Tehát, hogy ezt még abszolút el tudom viselni, így vezetőként. De hogy ezt folyamatosan javítjuk, és hát az a cél, hogy ne legyen olyan gép, amin ez nem megy el. Most még elég erőforrás igényes, de minden alkalommal egyre jobb lesz. Hogy van-e statisztika arról, hogy hányan jutnak el a cikk végére? Én egyébként olvastam ezt a cikket, és nem olvastam végig. De nem emlékszem, hogy ez a cikk hibája, vagy az, hogy túl hosszú volt. De ez érdekel, és a másik pedig, hogy van-e valami célszám fejetekben, hogy havonta hány ilyen cikkkel kéne eljönni? Hát szeretnénk egy olyan hárommal. Ezt meg is tudjuk csinálni, úgy néz ki. És most fejlesztjük ki azt a kódot, amivel mérjük pontosan, hogy melyik scroll eventnél mi történik, hányan jutnak el, hány másodpercet, tehát hogy arra is tudjuk következtetni, hogy hányan olvasták el. Mindenesetre ennek a cikknek kapcsán elképesztő mennyiségű ilyen e-mailt, meg olyan dolgot kaptunk, ami eltalált, egy szíven talált a generáció képviselői, tehát hogy elég régóta csinálnak újságokat, és elképesztő hatást váltott ki. Péter? Az a kérdés, hogy mennyire egyediek fejlesztőszakértők, hogy mennyire formalizálható az, amit ti csináltak, vagy az, amit a New York Times csináltak? Egyrészt formalizálható, másrészt meg egyáltalán nem. Bizonyos ilyen paradoxos megoldása, hogy nyilván nem kell minden alkalommal újra csinálni, de hogy ez egy olyan műfaj, ahol abban a pillanatban, hogy ez egy valamilyen sablonból húzzuk elő, unalmassá válik. Tehát mi így előre gondolkodunk 4-5 alkalommal, és egészen újfajta megoldásokat találtunk ki, pont azért, mert hogy ez azért érdekes, mert hogy mindegyik egy ilyen egyedi alkotás. Nyilván bizonyos típusú megoldások, azok ugyanolyanok lesznek, de én nagyon szomorú lennék, hogyha egy hónap múlva valaki ezt lefejleszteni nekem, hogy akkor ez a keretrendszer ebbe dolgozzá, mert akkor meghalt. Nagyon tetszik, mi a business model, azt nem látom. Toljuk bele a pénzt, és reménykedünk, hogy majd nagyon jó lesz. Leghátul még van egy, aztán sörözünk. Tehát nagyon olyan, mint egy sztoriból forgatókönyvet, és ezt úgy kell képzelni, hogy tényleg az art direktorral összetapasztott vállal dolgozunk ezt ki, és nagyon sokszor a sztorit is megváltoztatjuk, átszerkesztjük, úgy tömbösítjük, hogy működjön.
Tehát hogy ez egy nagyon egy ilyen oda-vissza működés, és hát az lenne a kurva jó, hogy nem az van, hogy odaadja az kapok egy keretrendszert, hogy ez van, hanem folyamatosan változtatjuk, és olyan álló interakció van. Sörözünk.